Köszöntöm nézőinket, Tuzson Bence, közszolgálatért felelős államtitkár a vendégünk, illetve mi vagyunk vendégek itt a kormányhivatal épületében. És hát arról beszélgetünk ma, hogy milyen intézkedésekkel, milyen tervekkel segíti a kistelepülések megtartó erejét a kormány, és hát rögtön egy nagyon aktuális témával kezdünk, ez pedig a Nemzeti Mintaterv program, ami most indul, és ez kapcsolódik a vidéki csókhoz, a falusi csókhoz, de kezdjük a legelején, miről van szó, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Egy komplex a kérdés, és a válasz is ennek megfelelően komplex kell, hogy legyen. Ugye nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a magyar vidék az ne néptelenedjen el, hanem a kis települések is képesek legyenek megmaradni, és erősítsük meg ezeknek a falvaknak a megtartó erejét. És ahhoz, hogy meg tudjuk ezt tenni, tehát hogy erősek legyenek a magyar falvak, szükséges az, hogy a magyar falvak környezete is erős legyen, hiszen minden szolgáltatást nem lehet minden faluba elvinni, de a legfontosabb az, hogy minden faluból minden szolgáltatás elérhető legyen. Magyarországon nem lehet első meg másodrendű állampolgár, annak megfelelően, hogy ki hol lakik és ki hol született, hogy mondjuk az állam szolgáltatásait valaki jobban érje el egy városban, mint egy kis településen, és ezért nagyon sok intézkedést tettünk. Ilyen például a kormányablak buszok rendszere, ami azt jelenti, hogy az állam szolgáltatásait, az államnak ilyen szempontból is példát kell mutatnia, el lehessen érni a kis településeken is, és ezek a buszok ugyanúgy, mint minden más kormányablak, az összes szolgáltatást tudják, elmennek az egyes kis falvakba, ott meghatározott időpontban akár személyigazolványt, útlevelet lehet csináltatni. Tehát minden szolgáltatást, amit az állam kínál, azt elérhetővé teszünk a kis településeken is. De önmagában ez kevés. Ahhoz, hogy komplexen beszélhessünk a falvak fejlesztéséről, ugye erről szól a Modern Falvak program is, de erről szól a Nemzeti Mintaterv program is. Ugye itt arról van szó, hogy egy olyan katalógus készül, több kategóriában, három kategóriában, az újonnan épült házak esetében, a kalákában épült házak esetében és a kockaházak esetében olyan mintaterveket fog tartalmazni, ami egyrészt az adott vidéknek a jellemzőit is, tehát építészeti jellemzőit is tartalmazza, és segítséget nyújt az ottani embereknek, hogy olcsón, gyorsan tudjanak különböző épületeket építeni, illetve felújítani. Ebben nyújt ez majd segítséget, és most egy pályázati folyamatban vagyunk benne. Építészek, építészhallgatók pályázhatnak különböző elképzelésekkel, hogy milyen mintákat tennének bele, egy olyan 150 mintát szeretnénk mintatervet létrehozni, és a nagy magyarországi hagyományaira építve, hiszen már az 1900-as évek elején is voltak ilyen mintaterv katalógusok, létrejönne egy modern katalógus, amiben virtuálisan is lehet majd böngészni, akár be is lehet majd menni az épületekbe, és kapcsolódni fog ehhez majd egy olyan ártábla is, amin lehet látni majd, hogy a költségvetés, egy mintaköltségvetés, hogy az az adott épület nagyságrendileg mennyibe kerülne. Tehát ha valaki vidéken építeni akar egy épületet, és egy szép épületet szeretne, akkor ki fog tudni választani ebből a mintaterv katalógusból egy olyan épületet, ami a pénztárcájának is megfelel, és segítséget fog kapni annak érdekében is, hogy ezt a lehető legolcsóbban, leggyorsabban meg tudja építeni. De maga a mintaterv az teljesen ingyenesen kerülhet az építkező birtokába. Ugye? Valóban, ezt az építkezők meg fogják kapni, tehát ebből nyugodtan elindulhatnak, és egy egyszerű, gyors eljárással fognak tudni engedélyeztetni, és az illetve a bejelentési kötelezettség, valamikor a bejelentési kötelezettséget teljesíteni, és ebből adódóan emellé természetesen még kiviteli tervek is párosulnak, tehát egy komplex tervcsomagot fog tudni kapni, amiből aztán fog tudni építkezni. Ez óriási segítség, illetve hát az jut az ember eszébe, hogy azért egy épületnek van gépészeti része, és ezeket is tartalmazzák ezek a mintatervek, vagy ez egy külön kategória? Ez egy teljes csomagja lesz az épületnek, tehát ami annak az épületnek a megépítéséhez szükséges, ezekben a tervekben, tervtárban vagy katalógusban szerepelni fog, tehát ha valaki kiválaszt egy tervet, akkor szinte mindent meg fog tudni hozzá kapni, hogy azt az épületet megépítse. Milyen méretűek lesznek ezek a tervek? Mármint a leendő ház milyen méretekkel lehet számolni, hiszen itt azért különböző családokról, több emberről, vagy éppen kevesebb emberről van szó. Ez alapján is terveznek házakat? Kisebb is és nagyobb is lesz a mintaterv katalógusban. Ugye a lényeg pont abban áll, hogy az emberek pénztárcájához mérten többféle terv szerepelhessen benne.
Ugyebár említette, hogy a hagyományokra nagy hangsúlyt fektetnek a terveknél. Ez mit jelent pontosan? Tehát ilyen tornácos, suttetős házakat képzeljünk el, vagy azért viccet félretéve valami modernebb kivitel, de azért a hagyományokra emlékeztető. Ugye anakronisztikusnak nem szabad lenni, de ettől függetlenül olyan épületeket szeretnénk, ami az adott területnek a hagyományait is tükrözi. Ugye sok minden történt ennek keretében már, ugye elindítottunk egy másik programot is, aminek a lényege abban állt, hogy próbáljuk meg összeszedni azokat az épületeket Magyarországon, amelyek megmaradtak, és azt tulajdonképpen egyfajta gémmentés formájában vigyük tovább. Ennek a része tulajdonképpen ennek a programnak a része, ez a mintaterv katalógus is, ami átemel majd a nemzeti hagyományokból is építészeti elemeket, épületeket, építészeti elemeket, ezeket be lehet építeni ezekbe a tervekbe, és aztán majd szeretnénk, hogyha ez bekerülne az építészeti oktatásba is, és annak megfelelően, hogy ki hol épít, ki hol szeretne terveztetni egy házat, az építész már legalább az agyába, vagy a fejében ott legyen az az elképzelés, hogy bizony ezen a területen milyen épületeket lehet építeni, mi felel meg az építészeti hagyományoknak. Ugye azért a 60-as, 70-es években megtörtént az a nagy kár ezen a területen, hogy a kockaházak létrejöttek, és országosan mindenhol ugyanolyan kockaházak épültek, nem törődve azzal, hogy mik a helyi hagyományok, és a korábbi település arculatok megsérültek, szinte teljes egészében eltűntek. Hát ezt szeretnénk valamilyen formában visszahozni. Ugyebár azért a területek, illetve azok a telkek is különböző adottságok lehetnek, hova épülhetnek majd ezek a házak. Kellően rugalmasak ezek a tervek, hogy ehhez is tudjanak igazodni? Természetesen, tehát a mintaterv az nyilván egy mintaterv, és ezt mindig adaptálni kell az adott körülményekhez. Olyan terveket szeretnénk, hogy viszonylag könnyű legyen ezeket a házakat adaptálni. De mondom, az 1900-es évek elejétől kezdve Magyarországon ennek vannak hagyományai, nagy építészet, mint Kocsis Iván például dolgozott annak idején a mintatervek katalógusokban, és ez egyfajta presztízs is volt a különböző építészeknek, hogy be tudtak kerülni egy ilyen katalógusba. Most is azt gondoljuk, hogy aki majd bekerül, annak az építésznek a számára ez presztízs lesz, tehát reméljük, hogy a lehető legjobb minőségű épületek és a legszebb épületek fognak ide bekerülni, de olyan épületek is, amelyek megfizethető épületek, tehát az nagyon fontosnak tartjuk most is, hogy ne csak egy olyan katalógus jöjjön létre, amelyik mondjuk önmagában szép és jó, de ez hasznos is legyen, tehát használható legyen az emberek által, hiszen a fő cél az, hogy a magyar emberek, a magyar családok minél olcsóbban a lehető legjobb minőségű lakáshoz jussanak. Ez akkor azt is jelenti, hogy olyan tervek lesznek ezek, amik egy olyan energiahatékony működést is feltételeznek, ami a rezsiben is megmutatkozik majd. Hát azt hiszem, hogy a 21. században ez már nem újdonság, és hát különböző szabványaink is vannak, amik ezt elő is írják. Ezek az épületek mind meg fognak felelni ezeknek az előírásoknak, és hát az is nagyon fontos természetesen, hogyha valaki valahol lakik, akkor ne csak a rezsicsökkentésnek az előnyeit élvezze, hanem azzal is tudja tovább csökkenteni a rezsijét, hogy bizony az épület is olyan, ami keveset fogyaszt. Ugyebár pályázniuk kell az építészeknek, építészhallgatóknak. Itt Pécset éppen a műszaki karon folyik építészképzés, akkor potenciálisan az itteni építészek, tanárok, hallgatók is bekerülhetnek ebbe a mintaprogramba. Hogyan lehet pályázni? Hogy kerülhetnek be? Reméljük, hogy minél többen pályáznak, ugye most már elérhető az interneten keresztül is a pályázati kiírás, és a következő hónapban júliusban lesz majd a zárás ennek a programnak, és aztán majd szeptemberben lesz az értékelése, és szeptembertől kezdődően el fog kezdődni egy folyamat, amikor a részletek kidolgozása fog megszületni, és január 1-től pedig már működni fog maga a mintaterv katalógus is. Tehát természetesen mindenki, aki pályázni szeretne, az töltse le ezt a pályázati adatlapot, a pályázati dokumentációt, és hát induljon el. Azt szeretnénk, hogy minél többen, akár mondom az egyetemi hallgatók is induljanak el, és az ötleteiket hozzák be ebbe a mintakatalógusba, hiszen annál bővebb és annál érdekesebb lesz maga a katalógus, hogyha minél többen pályáznak, és minél több ötlet kerül bele. Ugyebár a mintaprogramtól egy kicsit eltávolodva, azért egy kicsit nagyobb összefüggésben nézve a dolgokat, a vidéki élet, a vidék megtartó ereje, falusi csok, családsegítő támogatások, babaváró program. Azért Európában nem mindenhol fogadják úgy, hogy ez egy jó irány, hogy ez, a magyar kormány ezt meglépi, azért vannak itt ellenkező hangok. Valóban azért azt az alapvető dolgot kell leszögeznünk ebben a kérdésben,
kérdésben, hogy a családok azok az elsődlegesek, és aztán talán Magyarországon ebben már nemzeti konszenzus van, hogy a családok támogatásán keresztül lehet egy országot megerősíteni, hiszen a család az a legkisebb közösség, ami a segítségnek is az alapvető eleme, tehát egymást is a családon belül segítjük elsősorban. Ha a családok erősek, akkor abból minden közösség erőssé válik egy város, erőssé válik Pécs, a megye, és aztán az ország is. Ezért fontos az, hogy a családokat mindig segítsük. És hogyha pont arról beszélünk, ami Európának a problémája, ami a népességszámnak a problémája, azt is a családok támogatásán keresztül lehet megoldani. Nem jelent megoldást az, hogy másokat, idegen embereket egyszerűen a világ bármely részéről behozunk egy országba, és ezzel felborítjuk azt a kulturális egyensúlyt, ami egy országban egyébként fennáll. Ugye Pécs városa különösen fontos e tekintetben, hiszen azért mégis több évezredes kulturális hagyománnyal rendelkezik, legalábbis ez a terület, ahol Pécs most van, annak a kulturális múltja bizony nagyon komoly, és hát 1009-től kezdődően pedig hát püspökségként is működik ez a város. Tehát ezt a kulturális hagyományt, amire aztán egy komoly építészet is épült, érdemes megőrizni és érdemes megtartani, és nem fölborítani, megmérgezni egy másik kultúrával, átalakítani ezt a szép kulturális együttest, amit kialakult. Ennek megfelelően tehát a népesség megtartó erőt is abban kell keresni, hogy a magyar családokat segítjük, és ez már 2010-től kezdődően folyik Magyarországon a különböző programok keretében. Családi otthonteremtési kedvezmény megerősítése a korábbi lépésekkel. Most ennek kiterjesztése a falvakra is, pont a falvak megtartó erejének erősítésével, és annak a kulturális közösségnek, ami ott kialakult, annak az erősítésével együtt. És természetesen még jó pár olyan program kapcsolódik ehhez, ami a magyar családokat és a magyar anyákat is segíti, hiszen hogyha ma Magyarországon mondjuk valaki 4 gyermek vállal, akkor ugye mostantól kezdődően személyi jövedelemadó mentes lesz az az anya, aki ezt a vállalást megtette, és van 4 gyereke és 4 gyermeket nevel, azt gondolom, hogy ez nagyon nagy segítség. A nagyszülői GED-nek az intézménye, ami engem is meglepett, hogy egyébként mennyire népszerű intézmény volt, de mégis segíti a dolgozó szülőket. Tehát azt gondolom, hogy minden olyan intézkedést, ami a szülőknek és a családoknak a megsegítését szolgálja, azt elsődlegesnek kell tekinteni, és a magyar kormány kötelessége az, hogy a magyar családokat ilyen módon is segítsen. Igen, és hát ha már faluról, vidékről, vidéki települések megtartó erejéről van szó, akkor Baranya különösen érintett, hiszen a kis településes szerkezetéből adódóan igencsak el kell az ilyen fajta segítség. Valóban nagyon nagy feladat, és mondhatjuk azt is, hogy Baranya jó minta is a tekintetben, hiszen olyan sok kis település van, és egy valamikori nagyon erős iparváros környékén van ez a sok kis település, ami egyrészt felelősséget jelent azok számára, és akik itt élnek, mint másrészt a magyar kormány számára is, hiszen ezen belül ugye nagyon fontos, hogy legyen egy olyan központ, ami gazdaságilag is erőt tud felmutatni, és kulturálisan is erős kisugárzása van. És ezért fontos Pécs városnak a fejlesztése is, és ezért fontos az, ami a Modern Városok program keretében Pécset történik, és történni fog a következő időszakban. Az, hogy Pécs egy egyetemi város, tehát van egy nagyon erős vonzása a fiatalok számára is, és azon keresztül természetesen kulturális hatása is. Az, hogy itt működik egy nemzeti színház, hogy a Csontváry Múzeumtól kezdve rendkívül sok múzeum van itt, tehát egy erős kulturális hagyományokkal rendelkező város. Ami mellé ismételten érdemes felépíteni az ipart, a déli iparterület fejlesztésével, vagy az, hogy például most már egy dél-koreai autóalkatrész beszállító gyár is ide fog települni, egy komoly nagy gyár, ami első lépésben már 200 munkahelyet is fog teremteni, aztán ezt majd növelni fogja ezerre. Ezek olyan lépések, ami Pécs városát is újra, mint iparvárost föl tudja emelni, amellett, hogy Magyarország egyik kulturális központja is Pécs. És ennek azért van nagy jelentősége, mert anélkül, hogy egy ilyen központ valahol ne lenne, anélkül a kis települések sem tudnak fejlődni és sem tudnak erősödni. Pécs erősödése és Pécs fejlődése egész Baranya megye számára fontos, és a kis települések számára is fontos. Mert Pécs lehetőséget biztosít, azt a lehetőséget biztosítja, hogy minden szolgáltatást, a munkahelytől kezdve a kulturális szolgáltatáson át, mindent el lehet majd érni Pécset a kis településekről is, tehát hogyha valaki ott lakik. Természetesen meg kell még oldani azt a
nagy rengeteg problémát, ami előttünk áll a következő időszakban, nagyon sok feladatot, hogy hogyan lehet bejutni a kis településekről a városba, mik azok a szolgáltatások, amiket oda kell helybe telepíteni, hogyan kell erősíteni az ottani kulturális életet, hogy hogyan kell erősíteni azt, hogy az ottani családok bizony megállják a helyüket, és ne úgy éljék meg az életüket, hogy ha oda költöztek egy ingatlanba, akkor annak az ingatlannak az értéke néhány év múlva még kevesebbeket fog érni, hanem bizony az állam segítőket támogatja, hogy megújítsák, felújítsák az ingatlanokat, vagy akár új házakat, lakásokat építsenek. Ezek mind-mind olyan feladatok, amik a már most elkezdődött, vagy már korábban elkezdődött probléma megoldásnak a részei, de a falusi csok például pont azt szolgálja, hogy ott is erősödjenek meg a családok, és erősödjön meg a Magyarország, és ezen keresztül ugye a magyar gazdaság is. Ugye akkor ez azt jelenti, hogy Pécsnek a gazdasági kulturális vonzereje, egyáltalán az, hogy óriási lehetőségek vannak, ez egyfajta vonzerő, egyfajta olyan kisugárzás, ami akár a vidéki kis központokat is segítheti. Tehát nem csak Pécs, mint gazdasági központ, hanem egy-egy járási központ is létrejött, nem? Tehát így gazdaságilag... Igen, egymásra épülnek ezek a lépések, tehát ha a nagyváros megerősödik, akkor az magával tudja húzni a többi kisebb települést is, kisvárosokat is, és azok környékét is. Cél is az, hogy ez így épüljön fel. A Modern Városok Program lényege pont abban áll, hogy azért erősítjük meg a városainkat. Budapesten kívül legyenek más központok is Magyarországon, ne a budapesti vízfej legyen az, ami mindent visz, hanem bizony a kis települések is erősödjenek meg, hogy a későbbiekben ez tudja segíteni a többi településnek a fejlődését is. Erős városok nélkül nincs erős falu sem. Visszatérve még a mintaprogramra, 2020 a határidő, akkor indul, addig várják a terveket? Nem. Hogy ez folyamatos lesz? Folyamatosan várjuk már a terveket, tehát a program meghirdetésre került, másfél hónap múlva körülbelül le fogjuk zárni magát a pályáztatási szakaszt. A pályázatok kiértékelése szeptemberig fog zajlani, akkor lesz az eredményhirdetés, és szeptembertől kezdődően januárig a részleteknek a kidolgozása fog folyni, tehát január 1-től kezdődően megindulhat, 2020. január 1-től kezdődően a kész terveket már nyilvánosságra fogjuk hozni, és akkor mindenki hozzáférhet a számára tetsző tervhez is. Igen, és akkor kiválaszthatja, hogy mi az, ami megfelelő neki, a családjának, a pénztárcájának, és hát ezzel is egy óriási segítséget kaptak. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy tájékoztatott minket. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Nézőinknek köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!